Nem csak a megunhatatlan és egyben páratlan kilátása a Zempléni hegyekre és az Abói tájra, hanem a Boldogkő vára rekonstrukciójának harmadik üteme kapcsán létrejött újdonságok is várják már a turistákat az épített kulturális örökség kapcsán. Ez eddig a legnagyobb és legösszetettebb beruházás volt a várban, amelynek köszönhetően a belső felújítás, az eredeti állapotok visszaállítása, a látogatóközpont építése és természetesen az interaktív kiállítások megvalósítása. Szerepel. Fontos az, hogy a korábban turista szállóra átalakított felsővári palotaszány részben az eredeti hiteles kutatások, levéltári források, inventáriumok leltárak alapján visszakapja azt a történeti térszerkezetét a palota, amely hitelesnek mondható. Ez a hiteles történeti térszerkezet természetesen nagyon sok új kiáltásra ad lehetőséget. Be tudjuk rendezni azokat a termeket, akár a lovaktermet, vagy akár az ebédlő részt, vagy akár az egykori földbirtokos családok magállakosztályait, amelyek egy atmoszférát tudnak teremteni, vissza tudják idézni hitelesen a középkort, most már nem csak kiáltási tárgyakkal, hanem a megújult térszerkezettel és az új installációkkal is. A vár belső felújítása során megváltoztak, átalakításra kerültek a belső terek, új korhű nyílászárok kerültek beépítésre, és számos olyan elem épült, amely hitelesebb, és a turisták számára élménydúsabb itt tartózkodást tesz lehetővé. Az alsóvári részben hasonló izgalmas kiállítás kap helyet, hiszen a várnak számos földbirtokosa, számos tulajdonosa volt az évszázadokon keresztül. Közülük mindenki bemutatásra tud kerülni egy olyan történeti időszalagon, amely eddig hiányzott a vár kiállatából, nem volt ilyen típusú kiállítás. Az érdekességekre szintén egy komoly hangsúlyt szerettünk volna helyezni, így például a Bebek család által létesített hamis pénzverő műhely, amelyet a régészek tökéletesen feltártak. Most háromdimenzióban, élményszerű módon, mindenki által megismerhető módon helyet kap majd a kiáltási tematikák között. Már egyre nagyobb az érdeklődés a vár iránt, ezt tapasztalják a településem. Nagyon vártuk ezt a pillanatot, két hete kinyitott Boldogkővára. Igaz, hogy a korlátozások miatt még érezzük, hogy nem azzal a létszámmal, de már egy nagyon jó érzés, hogy meg tudtuk nyitni magát a várat, és hát múlt héten még többen jöttek, reméljük, hogy, hogy a lehetőségek úgy adják, és egyre nagyobb létszámmal fogják látogatni Boldogkővárát. Boldogkőváraja Abaúj egyik központi idegenforgalmi centruma, ami jól látszik, hogy olyan programokat szervezve egy hétvégén 10-15 ezer turista is megfordul. Ez az szükséges, hogy teljes pompájával a most meglévő kiállítás is működjön, be tudja mutatni a várnak és az abaói múltnak azt a gazdag történelmét, ami, ugye, ami miatt sokan eljönnek és kíváncsiak. A Boldogkölyi Vár már a Pünkösdi hétvégére készül, hiszen a hagyományos turista szezonban ilyenkor ez az első nagy ünnep, amikor is igazán élővé válik, tette hozzá a polgármester.